A Sörfesztivál utolsó napjának programjait a Csilingelőben koncert nyitotta. Sok család énekelt együtt velük ismert dalaikat. A Sörfesztivál már elképzelhetetlen a koncertjük nélkül. Sokszor bebizonyították, hogy zenéjükkel nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is szórakoztatják. Utánuk a gyermekek nagy kedvence, az Alma együttes következett. A 17 éve alakult zenekar kezdetben felnőtteknek zenélt, de egy véletlen felkérés kapcsán olyan sikeres gyerekkoncertet adtak, hogy azon nyomban több másik felkérés is érkezett, így rövid időn belül azon kapták magukat, hogy már csak szinte gyerekkoncertjeik vannak. Gyermeknapkor már hallhatták őket a 60-iak, akkor is most sem okoztak csalódást a közönségnek. Nagyon jól éreztük magunkat. Az a mi nagy szerencsénk, hogy a mi közönségünk az mindig feldob minket, fantasztikus élmény gyerekeknek játszani. Talán lesz azért egy-két újdonság, vagy ilyen régebbi dalokat azért most előveszünk. Lesznek azért újabb régi dalok, vagy régi dalok, amelyek újak lesznek szerintem a mostani gyerekeknek, akik itt vannak ezen a koncerten. És hát visszatérve az eredeti kérdésedre, pedig hát mindig nagy öröm gyerekeknek zenélni szerintem. Az, hogy 18 éve a pályán vagyunk, és töretlenül tudjuk ezt csinálni, ez azért ennek köszönhető, hogy a gyerekek fiatalon tartanak minket. A családokról szólt a Sörfesztivál utolsó napja. Péter kislányával és feleségével ment ki a főtérre, hogy meghallgassák az Alma együttes koncertjét. Nagyon színes programokat találunk, hál' Istennek, meg tényleg legmesszebb menőkig nagyon elégedett vagyok a programokkal, a szervezéssel, meg tényleg a fellépőknek a minőségével. Abszolút tökéletes minden. Nagyon jól érezzük magunkat. Az Alma együttes koncertre jöttünk végül is, és nagyon jó sikerült, igen. Van esetleg kedvenc szám a kislányának az Alma együttestől, miért? Mit szeret bennük a legjobban? Hát szinte mindet, de talán a kedvenc a szülinapom. Most sikerült egy fényképet aláíratni velük, aminek nagyon örülünk. Nagyon jól érezzük itt magunkat. Miért jöttél ki majd a főtére? Melyik együttes miatt? Az Alma együttes miatt. Melyik a kedvenc zenétől? Az Alma együttes. Kedvenc zenéd, van olyan, amit nagyon szeretsz tőlük? Olyan dal, amit velük énekelsz? A ma van a szülinapom. Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük szépen. Szuper a hangulat, úgyhogy mind a három nap kint voltunk. Később a 60-i zenei élet egy újabb színfoltjának adott helyet a Sörsátor. A gitárpárbaj következett, 60-i és környékbeli zenészek álltak színpadra, és a legismertebb rockslágereket adták elő. Közel 200 gitáros, dobos, énekes és billentyűs zenélt. Lacik Fecó szerint ez egy remek lehetőség, hogy mindenki megismerje a 60-i és környékbeli tehetségeket. Bízom benne, hogy sokan meg tudják mutatni a tehetségüket. Vannak fiatalok, akiket szándékosan húztam, vontam be ebbe a dologba. Ők persze örömmel jöttek, és bízom benne, hogy egy kicsit ad nekik egy lökést. Ha már máshogy nem is, saját maguknak, hogy egy kis önbizalom, egy kis, hogy szokják a színpadot, szokják a közönséget, nagy közönséget. Én azt gondolom, hogy nagyon jó közönségünk van, és elég sokan vannak, főleg, hogy vasárnap van, tehát ezt nem is gondoltam volna. A Sörfesztivál utolsó napján pedig új királyt is avattak a sörtrónon. Ezzel véget ért a háromnapos Sörfesztivál 60-ban.